szíves, akkor azt szeretném kérni, hogy aki még ott nagyon a szélén van, az fáradjon egy kicsit beljebb. Tehát még egy picit nyugodtan mehetek hátrébb. Technikai borodalmak elkerülése érdekében, és hogy fellépőjünk és műhely tagjaink csodálatos hangja jobban hallatszódjon, aláfestő elektronikus muzsika nélkül fogunk, úgyhogy cserébe azt szeretnénk kérni tőletek, hogy csituljatok el! Most a Megasztúr énekes táncos musical műhely első felének produkcióját fogjátok látni. A szavaim helyett beszéljenek a művészek. Ne beszéljük. Szeretnénk húzni az időt, így a Herkulesnek csak egy rövidített ismétlését a Her adnánk elő. Jó, hogy ez magyarosztunk minket. És ha jól tudjuk, most lesz egy kis vendégség, ami a hobbitoknál mindig egy érdekes és néha fájdalmas dolog szokott lenni. Nincs
csak keksz, meg egy kis szesz, ez bizony sovány ebéd lesz, van egy kis sajta, az meg part, és nincsen más, csak tíz tojás. Itt a somha és a bab, meg egy csukor teszi hab, három hektoliter ez a, és egy kis vész, ez édes lehés. És egy kis sör, egy fordó bor, ha már tele vagy a bor, mert a kura mindig volt, itt jobbja mi az, kaptatlan vég. Második fele is a műhelyünknek, ahol volt egy nagyobb átfedés. Igen. Első felében a műhelyünkben egy picit gyertek vissza. Csak egy még egy tapsért. Inkább az énekes részre koncentráltunk. Az volt a hangsúlyosabb és a koreográfia meg a finomabb. És tagjaink voltak Esztel, Idren, Fók, Kati, Nard, Nati, Borz, Lili, Emi, és Gilz, és Zozsi. A pedig hozzánk csatlakozott még Gulcsi, Angven, Mil és Bogi is, akiket szintén köszöntünk. Ahol egy nagyon szépen megvalósított produkciót állítottak össze, raktunk össze velük. Az időjárás és a intenzív igénybevételük miatt őket sikerült egy kicsit lerobbantani, úgyhogy azt most az egészség megóvása érdekében nem adjuk elő, de remélhetően majd valamikor még Köptön. Egy közeli rendezvényen ezt is be fogjuk nekik mutatni.